Hát akkor én Orha Zoltán vagyok, a Göcsei Múzeum régésze. Most itt állunk Zalaegerszeg belvárosában, az egykori törökkori egerszegi vár északnyugati bástyája mellett. Ezen az ábrán, korabeli ábrázoláson ez a bástya lenne az. Ez egy külalakú úgynevezett rondella típusú bástya volt. Magáról a várról annyit kell tudni, hogy a Kanizsa török elfoglalása után épült ki a vár. Ez a harmadik bástya, amit a kutatás megtalált. A 2000-es évek elején dr. Vándor László vezetésével előkerült az északkeleti bástya, ami a Budai Narjantal és a Batthyány utca sarkán álló társasházat megelőző építkezésen került elő, illetve körülbelül 10 évvel ezelőtt a jelenlegi piac területén, könyvtár mögé eső területen került elő a vár délnyugati bástyája. Ez már a kettő északival ellentétben nem rondella volt, hanem úgynevezett ólasz típusú, ég alakú bástya, az itt látható alul. Ez a harmadik bástya, amit megtaláltuk, és a negyedik bástya sajnos az valószínűleg elpusztulhatott, az a Göcsei Múzeum déli szárnya alá esne, annak eddig nyomát nem találtuk, valószínűleg elpusztulhatott a múzeum épületének, illetve a korábban takarékpénztár, illetve bérházként használt épületnek az építésekor. De legyen képünk, hogy hogyan is nézhetett ki ez a vár. Gyakorlatilag, ahol most állunk, az sajnos ezen a képen pont nincs, pont a két déli ólasz alakú bástya található a képen, sajnos a két északi rondella, ami az északnyugati találtuk most meg, az sajnos ezen nem látszik, de a formáját gyakorlatilag tökéletesen visszaadja a belső vár, ami teljes egészében látható a képen, ahhoz hasonló építményt kell elképzelnünk. És hogy ezt, hogy valaki be akarja magát pozícionálni, gyakorlatilag a belső vár területe az a mai börtön és a törvényszék alatti területre esik nagyjából, illetve hogyha egy fix pont, ami igazániból, hát nem is átételesen ma is létezik, gyakorlatilag a Mária Magdolna plébánia templom középkori elődje is a jelenleg és álló épület helyén volt, így ahhoz képest be lehet tájolni, hogy körülbelül hogy is helyezkedett el a vár, illetve hol tartózkodunk mi. De nézzünk akkor pár szölöpöt is. Tehát mi maradt ebből a várból? Jellemzően a palánkfalakat tartó facölöpök maradványait szoktuk megtalálni. Ezek úgynevezett cölöphelyekként mutatkoznak a földben. Nagyon gyakran ugye a facölöpöknek jó része az elkorhad, és a helyén ott marad az üreg, ahol egykor a facölöp volt. Ha általában az égészeknek szerencséjük van, akkor vannak olyan részek, melyek a víz alatt helyezkednek el. A szerves anyagok, jellemzően például a fa, hogyha oxigéntel elzárt környezetbe kerülnek, akkor nem korhadnak el. Ez a régészet számára fontos információval bír. Oly módon, hogy a cölöplyukak kibontása, dokumentálása, rajzolása, fotózása után a cölöp maradványokat kiemeljük, azokból veszünk mintát, és úgynevezett dendrokronológiai vizsgálattal, egy természettudományos módszer, az évgyűrűkből meg lehet állapítani azt, hogy mikor vágták ki a fát. Általában ilyen fák kivágás után nem sokat tekatóriáztak, hanem az adott évben vagy kicsit később azonnal be is építették, és ebből a régész tud következtetni arra, hogy nagyjából ilyen plusz-minusz 5 éves időhatárral meg lehet mondani azt, hogy az adott építmény, jelen esetben az egerszegi vár